készül az áfonyás gnocsi stábunk számára. Juhos Markó a pirítást követően áfonyalében és pár deci szexádi száraz vörösborban párolja meg a gombócokat. Az egyik patináns szálloda éttermének séfje gyakorlott mozdulatokkal készítette el az ízletes köretet, amit az úgynevezett szubidolt szarvasbélszín megsütése követett. Vákumzacskóban lefűszerezett, előkészített termékeket, nem feltétlenül csak hús lehet, ez zöldség és egyebek. Alacsony hőfokon, vákum alatt készítjük el. Nagyon csúnyán akarom mondani, egy nagyon alacsony, szabályozott hőfokon főzzük meg vákum alatt. Ilyen és hasonló szakmai titkokat árult el számunkra az étterem séfje, aki szerint folyamatosan változnak a fogyasztói igények, trendek, amiket nyomon kell követni. Az iskolában az ember az alapokat sajátítja csak el, mondja az egykori VIP-es diák. Az úttörőháznak volt egy főzőcske nevű szakköre, és én oda jártam, egyedülig fiúként gondolhatod, és ott versenyekre jártunk, főzögettünk, ugye ilyen gyerek szinten, és onnan egyenes út volt a vendéglátóipari iskola, ami azért már nem most volt, ezért már több mint 30 éve, amikor én ezt eldöntöttem, hogy oda megyek, és nem is jelöltem meg más szakmát, nem is gondolkodtam azon, hogy én más legyek, én ezt akartam csinálni, akkor még a szakmának azt a részét ismertem, amikor az ember főz, és az emberek, akiknek főz, az jó ízűen megeszi, tehát örömöt lehet vele szerezni az embereknek. A gyakorlati oktatónk Zungi László volt. Sajnos tragédia volt az ő esetében, mert másodikosok voltunk, amikor ő elhunyt, és ő volt egy olyan személy, aki először foglalkozott velünk, mint szakmailag, és az Ungi László pedig az volt, aki tényleg szigorral, de azzal a szigorral, ami a gyereknek jó. Tehát amikor megtanítja a szakmát. Nekem ECB-ben voltam tanuló, és amikor bevittem a bizonyítványomat, Nánai István volt akkor az akkori séfem, gratulált, és azt mondta, hogy igen, akkor a tanulóévek most kezdődnek. Ez azért igaz, mert amikor kikerül az ember az iskolából, akkor a saját akaratán múlik, hogy mennyire képzi tovább magát, mennyit tanul még, mennyit tesz azért, hogy abban a szakmában jó legyen, valamit elérjen. Nekem egy elég érdekes utam van, nem nagyon jellemző a szakmámra, hogy nagyon hosszú időt egy helyen, egy cégnél dolgozik az ember. Annyit kell tudni a mi szakmánkról, hogy ahány ház, annyi szokás. Ez nagyon igaz rá, tehát mindenki másképp csinálja, és nem biztos, hogy az egyik rosszabb, mint a másik. Juhos Markó egy idő után önszorgalomból képezte tovább magát, dolgozott neves séfek mellett Budapesten és külföldön is. Azt mondja, ez az a szakma, amit egy életen át lehet tanulni. Tiszteljük azt a kést, amivel te dolgozol, amivel keresed a kenyeredet, mert ezáltal viszed haza a családodhoz a pénzt. Éppen azt mutatja Mak Norbert, a Bodri Pincészet éttermének séfje, hogy mivel kezdi a szakács növendékek eligazítását. A Tolna megyei szakképzési centrum Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképző iskola egykori diákjai szívesen emlékezett vissza a tanulóévekre, és azt is elárulta, miért választotta éppen ezt a szakmát. Én mindenféleképpen tengerész szerettem volna lenni. És jelentkeztem is a Lékai János szakközépiskolába Budapestre. Ott mondták, hogy akkor inkább ne, a szülői ráhatással. Akkor elképzeltem azt, hogy akkor mindenféleképpen hajóra fogok kerülni, de akkor hajószakács leszek. És akkor így jött nekem a vendéglátás
Én úgy gondolom, hogy ehhez nagyon nagy elhivatottság kell, szakmai alázat és tehetség. Mack Norbert tarsolyában azért akadt humoros történet is. Több ízben elégette a zsemlekockát a szakmai vizsgáján, mert a figyelme máshol járt. Olyan füst volt bent az egész konyhába. Kivettem, kidobtam, újra kezdtem. Nekiálltam a folyamatok folytatásának. Jött megint a Viktor. Gian Gino, kokszol a kockád. Na, ezt négyszer játszottuk el. Ez volt a vizsgán. Mack Norbert tiszta szívből szereti és tiszteli ezt a szakmát. Külföldön például sztárként tisztelik őket. Láttam Lyonban olyan séfeket, vagy találkoztam velük, hogy nagyobb sztárok voltak, mint a filmszínészek. Tehát őket úgy tisztelik. És ez, igen, igen. És ez New Yorktól Vancouverig, ez tényleg így van.